Mélyen tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt körösi képviselőtársam! Az interpelláció, a válasz mind olyanok, amelyek lényegében felölelik, ha úgy tetszik, az egész magyar mezőgazdaság problémakörét, tehát arra vonatkozóan most úgy reagálni, hogy minden kérdéskört érintsünk, szinte lehetetlen. Viszont válaszra megadom a szót dr. Körös Imre képviselőtársának. Elnök úr, tisztelt miniszter úr, nem tudom, hogy milyen csodával fejezte volna be, hogy meggyőzzön. Minden esetre azt mondom, amikor írásos válaszát elolvastam, nem hittem a szememnek. Most pedig ez a magyarázkodó válasz után a fülemnek nem hiszek. És a feszültséget oldandó, azt mondom, ön a rekordok könyvébe illő cselekedetet hajtott végre. A nagy privatizációs miniszternek a válaszát is alulmúlta, mert egyszerűen nem értem, hogy mit mentegetőzik. Hát nézzük meg, hogy mit is válaszol ön az írásos válaszában, nem a mostani objektív körülményekbe. Nézzük a tulajdonosítás kérdését. Leírja, hogy hiteles szakmai befektető gyakorlatilag csak a külföldi lehet. Magyarul a saját szakmai befektetőibe nem bízik. Kibe bízik? Az olasz mafiába, a Feruziba, aki jelenleg az öt növényolajipar gyár körül, amelyet IMF hitellel építettünk föl, hármat már bezáratott, és közben Brazíliába exportáljuk a takarmányt, alapanyagot pedig állami támogatással mi exportálunk, illetve onnan hozzuk Brazíliából, ezt hívják kizsákmányolásnak, és ez a hibás politika. De nézzük meg a cukort, ahol csak piacot vásárolt, ugyanez az érdekcsoport, és több mint 22 milliárd dollárra tartozik, nettó adóssága ennek a csoportnak nagyobb, mint Magyarország. Ezen keresztül szanálja a saját gazdaságát. Ön ezt jónak tartja írásos válaszába. Írásos válaszába közli, hogy 18 forintot keres egy sertéstartó gazda, akiből 500 ezer van, kis gazda és nem TSZ elnök. 22 forintot keres a szarvasmarhatartó. Uraim és hölgyeim, képviselőtársaim, 6 deka húst keres egy órára vetítve. Ezek után nyilvánvaló, hogy csökkent az állatállománya felére. A jövedelmező ilyen szintje Magyarországon, amióta történelmünket írjuk, nem volt. Ezért nem fogadom el a válaszukat. És ezért egyszerűen még mindig objektív körülményekre hivatkozik, amikor ennek az egészhez semmi köze nincs. Nem kérem meg képviselőtársaimat, hogy ne fogadják el a választ, mert ha elolvasták az írásos választ, amelynek minden ténye szó szerint igaz, akkor én azt kívánom önöknek, aki elfogadja, hogy keresse 18 forintot, meg 22 forintot, mint a jelenlegi sertéstartók, és akkor gondolom, hogy majd meg fogják érteni azt a problémát, hogy a termésünk leépül, és Magyarországon a csökkent belső ellátás mellett ma milyen importra van szükség? Óriási mennyiségű búzaimportra, óriási mennyiségű cikor, az összes olaj 20%-ánál több már a tejimportunk, miközben kivágatjuk az állatállományt és dotálja az állam. Ezért nem fogadom el a miniszter úr válaszát. Legalább egy icipicit miniszter úr annyit tett volna meg, hogy mi is hibáztunk. Nem az objektív körülmények volt az oka. És az, hogy piccen van az ország, meg volt. Elnézést kérek, Közép-Európa legmagasabb szintű gazdálkodása volt itt, amelyet, ha tulajdonosítunk, ma magyar termelő uralja a magyar földolgozóipart. És ennek azt hiszem, egy nagyszerű sikerágazatot lehetett volna benne csinálni. Elnézést képviselőtársaim, benne maradtam az időbe. Szégyellem magam, hogy ilyen válasz a magyar parlamentbe elhangozhatott. Köszönöm figyelmüket! A kérdés így hangzott. Magyarországi állattenyésztés magyar takarmánnyal, vagy tengeren túli importtal? Elvittek tőlünk is egy szakembert Amerikába, úgy hívják, hogy Raskó György. És ő a Világbank alkalmazásában, hogyhogy nem, szójatermesztésben jeleskedő szakemberként ügyködött Brazíliában, mert az amerikai nagy ültetvényesek Brazíliában hoztak létre a hatalmas ültetvényeket az őserdő kiirdásával, ugye, azért, hogy a szója termesztésből ugye igen nagy profitot lehet szerezni. Nosza,
akkor termeljenek, és adják el Európába. És aztán a 90-es években, amikor hazajöttünk, hogy nem, ő lett a mezőgazdasági államtitkár a Fölművelésügyi Minisztériumban, és az Állami Vagyonügynökség igazgató tanácsában is egy igazgatói állást kapott, azaz egyszerre volt a kormánynak is, meg az ügynökségnek is egyik vezető embere, és az élelmiszer privatizációja hozzá került. És bizony, ő maga is létrehozott Magyarországon szójakereskedelmi vállalkozást. Eladják a növényolajipart, de nincs magyar érdeklődő. Írja a Népszabadság 1990. szeptemberében, miközben az én ajánlatom már ott van bent a vagyonügynökségnél. Én vagy 200 mezőgazdasági szövetkezettel együtt bekopogtattam, kérem szépen, ne adják el fű alatt. Tessenek szíves lenni a szabályok szerint pályázatot kiírni, mert mi indulni szeretnénk a pályázaton. Nagy-nagy kavarodás lett ebből a vagyonügynökségnél. Mert az a bizonyos pénzügyi tanácsadó, aki abban bíztak meg, hogy dolgozza ki az értékesítést, az már szinte lefutottnak tekintette, hogy itt pillanatokat átjátszák a Peruzzinak és az egész dolog, amire itt észbe kap valaki már régen lezárt ügy. Volt Magyarországon akkor egy olyan törvény, amelyik azt mondta, hogy aki élelmiszeripari vállalatot ad el, és mezőgazdasági termelő jelentkezik, annak elővásárlási joga van, és ettől a jogától nem lehet megfosztani. Nem lehet visszautasítani a vételi szándékát. Hát úgy küldtek október 22-én, az ünnep előtti estén, hogy 7 napon belül adjuk be a pályázatunkat, úgy, hogy mind a 7 gyárra egyenként üzleti tervet dolgozzunk ki, és adjuk meg 5 évre előre, hogy mit teszünk és hogyan. És mindezt angolul természetesen. Úgyhogy október 23-án írtam egy levelet nekik, hogy még méltóság teljesen ünnepel az ország. Kénytelen vagyok önöket figyelmeztetni arra, hogy Magyarországon a magyar nyelv a hivatalos nyelv. És hogyha én, mint magyar állampolgár és 200 mezőgazdasági szövetkezet egy magyar vállalat megvásárlására pályázni hajtok, akkor elvárom, hogy a pályázat kiírás is magyarul történjen, és a pályázat beadás is, na meg az elbírálás. Na hát ebben a helyzetben nyújtottuk be a pályázatunkat a meghosszabbított határidőre, és aztán későbbiekben tapasztaltuk, hogy bizony a konkurensünk, a Feruzzi csoportnak a erre a célra alapított projektcég, egy Cereolnak hívott, Hollandiában bejegyzett kis cég, nos, az nem is nyújtott be pályázatot. Megvárta, míg mi benyújtjuk, megkérte az Ávit, tájékoztassa, mennyi árat ajánlottunk mi, és másnap erre egy kicsit ráígért, de már a beadási határidőn túl. Tehát december 4-én délután 16 óra volt a beadási határidő, de hogy nem, ismét angolul, ismét Londonban, nem Magyarországon kellett beadni, Londonban, úgyhogy én külön ki kellett, hogy verekedjem az Állami Vagyonügynökségnek. Egy, fogadj el tőlem magyarul is a pályázatot, és ha egy mód van rá, tegyék meg azt a szívességet, hogy figyelembe véve az egy óra különbséget a londoni, illetőleg a magyarországi időszámítás szerint, a londoninak megfelelő, de egy órával későbbi magyar időnben adhassam be a pályázatot. És 200 termelővel együtt beadtuk a pályázatot. Mint mondtam, aki mégül megnyerte a pályázatot, az nem adta be. Az megvárta, hogy mi mit csinálunk. Felszólított minket a vagyonügynökség, hogy javítsunk a feltételeken, kínáljunk többet. Azt mondtam, rendben van. 100 millió dollárt kínálunk érte. Még egyszer mondom, 100 millió dollár. Következő február 20-valahányadikán fölhív egy ismerősöm, hogy tudom-e, hogy most írják alá a növényolajipar adásvételi szerződését.
a Feruzzi csoporttal.